Szeretettel köszöntöm a Sportás ma esti adásának kedves nézőit, és külön szeretettel mostani vendégemet, Bognár Györgyöt, 50-szeres válogatott futballistát. Szia Gyuri, mindenkivel tegeződni szoktam, de hát veled egyébként sem nehéz, mert elég régóta ismerjük egymást. Hát mostanában több szó esik a futballról talán, mint az utóbbi években egyáltalán esett. Én így, mármint a magyar futballról. Így találom, és nyilván azért, mert közeleg a pótselejtező, amelyet mi nem nagyon szoktunk játszani. Ugye hát a norvégok ellen először Oszlóban, és aztán az Üllői úton. Hát először, mielőtt erre a meccsre térnénk, játszottál te a norvégok ellen a válogatodban? Jó estét kívánok! Igen, 90-ben, Bergenben egy 0-0-ás mérkőzésen. Mekkora balhé volt? Fú, igen, emlékszem, Mésző Kálmán összeveszett Knézi Jenővel a repülőtéren, és óriási balhé volt. Egy 0-0-ban. Igen, igen. Mi is csalódásként éltük meg egyébként azt a mérkőzést játékosként. 0-0 volt, igen. Iszonyú nehéz volt ellenük játszani. Esett az eső, sáros volt a pályán, nagyon mély talaj volt. Bergenben azt olvastam akkor, mert ugye mindig fölkészültem, ahol mentünk, hogy 365 napból 360 napig esik az eső minden évben. Tehát hát, nem viccelek. Hát akkor se sütött a nap, az biztos. Nem volt olyan nagyon hideg, ahhoz képest, hogy Norvégiában voltunk. Hát nagyon kellemetlen volt az ellenfél, és ez tényleg abban az időben, mi úgy értük, mert csalódásként értük meg tényleg mi is azt, hogy nem tudtunk gólt lőni. Nagyon mentünk a félpályán sokáig. A végén aztán a Kipricnek volt két óriási helyzete, kimaradt, de 80 percig a labda nem is volt talán nálunk. Igen, iszonyú erős csapatjátékot játszottak, nagyon jól leszűkítették a területet, agresszívek voltak, nem nagyon tudtunk, egy embert, ha kicselezte, ott volt egy másik. Szóval egyszerűen akkor egy olyan tapasztalattal lettem én gazdagabb, hogy ilyenfajta agresszív területszűkítéses játék ellen nagyon nehéz futballozni, egy-két érintővel maximum. Pedig hát akkor már a mezei féle válogatott éppen ezzel érte el a sikereket, ezzel a területszűkítéses játéka, amelynek azonban nagyon nem volt előző, nem láttam a világban különösebb előzményét, vagy nem láttuk. Igen, hát nálunk mindenképpen megelőzte a korát az a fajta játékrendszer, amit mi játszottunk Mezei Györgynél, de többen is ráéreztek, és egy szervezett csapatjátékban ez szerintem a mai futballban is hihetetlen nagy erő, hogyha nem hagyják az ellenfelet kibontakozni, ha nem tudod átvenni a labdákat, megzavarnak, már a félpályán labdát veszítesz. Ez ma is erőssége egyébként azoknak a csapatoknak, akik azért mondjuk az élmezőnyben vannak. De szerintem ma már mindenki ezt játsza. Megpróbálja mindenki, azért vannak kiemelkedő csapatok, akik ezt nagyon jól csinálják, például a Barcelona, aki az ellenfél térfelén úgy visszatámad egy elveszett labdát, mondjuk ritkán vesztik el a labdát, de az is egy különleges dolog, mert mi ugye azért a félpályán megpróbáltuk ezt csinálni a mezőnyben, de egy Barcelona még ezt is továbbfejlesztette. Na jó, de 80, nem tudom, 4-ről beszélünk, meg 85-ről, amikor ez teljesen szokatlan volt, és ugye a válogatott, az én megítélésem szerint, most nem alábecsülve a játékszervezők érdemeit, azt jobban szeretem a játékszervezőket, mint a Garabarót, Nagyanté, bár Kardos az nagyon jó futballista volt, mint futballista is, de azért ez a négyes volt a kulcsa szerintem a csapatjátéknak akkor. Igen, hát futballozni, támadó futballt játszani, kreatívan futballozni csak akkor tudsz, ha van egy masszív védekezésed. A csapatjáték volt tulajdonképpen. A csapatjáték volt a védekezés is. Nem csak az a 3-4 ember, akit felsoroltál, ők nyilván a képességeiknél fogva alkalmasak voltak erre, de tulajdonképpen egy csapatvédekezés volt, amiben ugyanúgy megvolt a szerepe a szervezőknek is. Hát persze valamennyire, még a Kiprichnek is, igen, meg nem tudom én, Eszterházi Marci. Csak arra gondoltam, azért mondtam ezt, mert persze ma már áttolja minden csapat több-kevesebb sikerrel, nem feltétlenül a Barcelonára gondoltam a legmagasabb szinten, de mint az izlandi válogatott, amely sikerre halmoz újabban, az ugyanezt játsza tulajdonképpen. Hát nagyon jó hasonlat egyébként, mert a mostani izlandi válogatottat lehet hasonlítani az akkori norvég válogatotthoz. Meg gondolom a mostani norvéghoz is. Igen, de ugye a norvég futballnak is volt egy felfutás, és ez akkor kezdődött, amikor mi azt a bizonyos meccset játszottunk, és utána azért 6-8-10 évig meghatározók voltak még európai szinten is, mert jó eredményeik voltak. És szerinted a mostani norvég csapat,
A mostani norvég csapat hasonló filozófiával foglalkozik, a csapatjáték az erős, nincsenek benne olyan egyéniségek, akik, mit tudom én, extra klasszisok, de a csapatjáték az nagyon-nagyon domináns. Tehát én láttam legutóbb két héttel ezelőtt az olaszok elleni mérkőzést, amikor ugyan 2-1-re kikaptak, de szerintem iszonyú kellemetlenül fociztak. Még az olaszok se bírtak nagyon. És jól futballoznak? Jól. Már rég láttam. Jól. Én most láttam őket. Még egyszer mondom, a csapatjáték dominál. Természetesen a támadó védőpontrugások nagyon szervezettek, nagyon nehéz ellenük játszani most is. És milyen esélyt adsz? Hát én jósoltam még a sorsolás előtt, nagyon nem szerettem volna az íreket és a norvégokat, hát milyen a szerencsénk, nyilván a norvégokat kaptuk. Miért az íreket, miért nem? Őket is láttam két héttel ezelőtt a németek ellen, és ha lehet azt mondanom, szóval átgyalogoltak volna rajtunk, az írek pláne, hát azzal a stílussal nem tudtunk volna mit kezdeni. És ezzel? Hát ezzel azért valamennyivel többet tudunk, tehát azért én nagyon reménykedem, mert nagyon kellene a jó eredmény a magyar futballnak. Mindegy, milyen formában jussunk ki az Európa-bajnokságra. Szerintem az egy óriási eredmény lenne, teljesen mindegy, hogy hogyan. Nagy lökést adna szerintem a futballnak, de csak 40% esélyt adok magunknak. És akkor is már, hogy is mondjam, jó indulat beszél belőled alig, ha nem. Tudod, miért mondom ezt? Mert láttam a Rosenborg Debrecent, és a Rosenborgnak nincsen légiósa, és a Rosenborg alig ad válogatott játékost. És a Rosenborg nem csak abban gondolom, hogy fizikailag teljesen rendben volt, hanem rendkívül jó technikailag is rendkívül. Nem is értem, hogy miért játszik a selejtezőbe, tehát a Maccabi volt ilyen, amelyik ilyen technikai szinten játszott az Eto ellen. Igen, emlékszem, igen. Most a Rosenborg, az a Maccabi nagyon jó technikájú csapat volt, ez a Rosenborg is. Minden játékos ragad a labda, gyorsan játszák, jó feje van hozzá, tehát nem arról van szó, hogy darálnak, mint 9 ember csapatjáték, és nem tudom, és mi nálunk voltak a technikás játékosok, mondjuk te vagy a Döme, Détári Lajos, Kiprich, és így tovább. Hát ha ebből indulok ki, akkor nagyon ijesztő a dolog. Mondom, alig van a csapatban Rosenborg játékos. Hát sajnos én is láttam ezt a mérkőzést, és tökéletesen egyetértek veled. Ez is egy támpont ahhoz, hogy csak 40%-ot adok magunknak, mert a Rosenborg a szó szerint lefociszta a Debrecent. Igen. Szóval nem csak, hogy ilyen arányban a két meccs alapján tovább jutott, de a játék minőségében is. Talán a Debrecen az első félidőben, itthoni meccs első félidejében jól futballozott, de utána kétségem nem volt a felől, hogy a Rosenborg sokkal jobb csapat. Szóval azt gondolom én, anélkül, hogy el akarnám venni az optimizmust, mert természetesen én is egyetértek a magyar futballnak. Hát most már olyan régóta nincs sikere, hogy óriási eredmény lenne, hogy egyáltalán 44 év után az EB-n játszani, de attól félek, hogy az ellenfél nagyon gyors. Egyáltalán nem gondolom, hogy csak rugdossa a labdákat, sőt, biztos vagyok benne, hogy technikailag, ha ez a Rosenborg nem tud egy-két játékosnál többet, a csapat keretben van 4, ebből egy a kapus. Ha 3 mezőnyjátékos van a keretben, az többi, akkor ez szerint még jobb, mint ezek. És igen. Hát igen, de reménykedni azt lehet és kell is, azt gondolom. Most nyilván tárgyalagosabban látom én is az esélyeket, de majd ha jön a mérkőzés, akkor nyilván fölbátorodok, és azt mondom, hogy 50-50%. Nem gondolom most, hogy ez így van, nem is ez a realitás, de azért reménykedem abban, hogy hát ha egy döntetlen, milyen jó lenne most a 0-0 kint Norvégiában, még itthon is jó lenne a 0-0, és legyenek 11-es rugások, én már azzal is kiegyeznék. Hát igen, ha megnyerjük föl, valaki borítékolja, hogy igen. Azt szeretném mondani, hogy vagy megelégedve az új szakvezetéssel, mert nekem vannak fenntartásaim ezekkel a sorozatos sorcserékkel kapcsolatban. Akik így benne vagyunk nagyjából napra készen a magyar futballban, azt gondolom, mindannyian azt gondoljuk, hogy itt most valami nagyon nincs rendben. Tehát én óriási hibának tartom azt, hogy a Dárdai Palit nem tudtuk a sorozat végéig megtartani. Hát ez rajtunk egyszerűen múlt. Hát rajtunk múlt, mert hosszabbítottunk vele decemberben, és azt azért világosan le kellett volna szögezni, hogy ezt a sorozatot végig kell csinálni. Én ezt egyáltalán nem tudom elfogadni, ez nincs rendben. Mert a Palinál
azért mentálisan és szervezettség szempontjából összeállt egy csapat, amiben lehetett reménykedni. Tehát az a csapat szervezett volt, nem játszott olyan fergeteges támadó futballt, hát de sőt, amit... beállt 30 méteret. Oké, rendben van, de amit csinált, azt jól csinálta. Jól, ezzel is lehetett volna érvényesülni. Hát hozzáteszem, Gyuri, hogy semmit nem elvéve Dárdai érdemeiből, hogy ahhoz különleges szerencse kell, hogy ez 6 meccsen át, vagy 5 meccsen át, szóval általában kikapsz, ha beállsz 30 méteren. A futball törvényszerűsége az, igaz? Igen, de volt egy olyan plusza ennek a csapatnak, nagyon együtt volt ez a társaság. Ez azt kívülről van. Lehetett ez érezni, hogy ezek megdöglenek egymásért. Rendben van, de 30 méteren megdöglenek, általában okay. Kikapsz. De azt nem vitatod, hogy volt szanszunk arra, hogy mi akár másodikként de is kijussunk. Nem dehogy vitatom, na miért vitatom? Ehhez képest nagy csalódás volt nekem, hogy ez nem folytatódott, mondom legalább a sorozat végéig. Hát minden esetre nem látszott ez a kohézió. Például. Igen. Hát ez most megcsappant. Azért az utóbbi meccseken már éreztem, hogy ez most nincs meg. Ez a csapat azért valljuk be, hogy visszafele megy. Tehát szakmailag nagy csodákat itt nem lehet művelni. Nekem sem menne, másnak sem megy, mert behatároltak a képességbeli lehetőségek. És mi értelme van a pályán kívül ezeknek a változásoknak? Tehát ugye csak fölkorbácsolja a kedélyeket, profitál is lehetetlen belőle, mert hívhatod a Pelét ide, ha nem lenne beteg, hát akkor se tudná három hét alatt. Én azt gondolom, hogy ez az MLS, ami most már egy jó pár év óta működik, szóval ennyire jó MLS-ünk, labdarúgó szövetségünk nem volt. Ennyi lehetőség, támogatás soha nem volt a magyar futballban, mint most. Ez nagyon jó, de szakmai hibáktól hemzsegő versenykiírások, válogatott körüli problémák, ezt mind az MLS gerjeszti. A szakmai hozzáértés hiánya jelen pillanatban óriási, nagyon nagy deficit. Még egyszer mondom, szurkolok, hogy ez így együtt maradjon. Csányi elnök úr ideje alatt szerintem óriásit lépkedtünk előre infrastruktúrába és egyéb más területen is, szakmában semmit, és ez nagy baj. Hát igen, azt gondolom, mert végül is az van kiírva, hogy Magyar Labdarúgó Szövetség, tehát rendben a IQ-ban sokat léptünk elő, szellemiségében sokat léptünk, hogy már gazdálkodásban sokat léptünk, hozzáteszem azért persze bizonyos fokig könnyű volt, mert ez a kormány rendkívül... Na de ez így nagyjából együttműködik, tehát mindannyian tudjuk, hogy ez így, ahogy van, ez nekünk így nagyon jó lenne. Csak egy kis eredmény hát is kellene hozni. Hát nem tudunk, mert szórjuk el semmire. Hát úgy néz ki egyelőre. Én. Mint hogyha nem lenne egy fillér se, viszont vagyonok. Na ebből a szempontból szorítok és szurkolok nagyon a magyar válogatottnak, hogy legyen valami eredmény, amivel meg lehet védeni ezt a fajta beruházást, mármint a futball értekében. De egyébként most én ezt nem opponálom, csak kérdezem. Vagy azt nem opponálom, hogy neked mi lehet akármi a véleménye. Te egyet értesz azzal, hogy ilyen irtózatos összegek magyar szinten áramolnak a futballba? Miközben semmilyen, tehát miközben nézem a Rosenborg Debrecent, és a látvány az elkeserítő. Iván, az iszonyatos összegek csak Magyarországon ez iszonyatos összegek. Ez a Rosenborgnak így is sokkal több van, sokkal. És akikkel nekünk versenyezni kell, 10-szer, 20-szor, 100-szor több pénzt. De Gyuri, attól tartok, hogy a legnagyobb a különbség szakmailag. Tehát a Rosenborgra ránézek, és a szakmailag meg van csinálva. Minden egyes játékot föl van építve. De a különbség nem 10-szeres és 100-szoros, mint az anyagi háttérben. Ez igaz. Ezen lehet vitatkozni. Ez igaz. Ezt aláírom. Nem 10-szeres és 100-szoros. De sajnos de óriási. Van. Kétségtelen, én is így látom. Igen. Na most beszéljünk arról, hogy hát mégiscsak 50-szer, de azért az ember itt ül velem szemben egy játékos, aki 50-szer volt válogatott. Mutko fölidéztelek, mert a Bundzsák Dezső lánya volt a Bundzsák Gabi a vendégem néhány hete, és elmeséltem, amit elmeséltél nekem, hogy Görögországban voltatok az MTK-ban, és látta egy embert rugdalni, és a Blumi bácsi mondta, hogy nem melegítesz, és ott nézze meg Blumi bácsi, ott egy görög, milyen görögke megőrült, és a Bundzsák Dezső volt a Pierikos edzője. És hát akkor már ugye javában válogatott játékos voltál, 85, ez körül, mert a Dezső akkor volt, már nem tudom, hanyatszor éppen Görögországban. Szóval, hogy hát jót mulattunk ezen, hogy egy 50-szeres válogatott játékos látott egy régi embert, akit nem látott, nem tudta, hogy ki az, és azt hitte, hogy egy görög, és úgy rugdal. És... Hát az egy szenzációs, bevésődött az agyamba, tehát amikor indítgatta a szélsőket jobb lábbal balra,
balrábbal jobbra, tökéletes technikával, és tátott szájjal néztem a vonal elől, hogy... És akkor szól a Blumi bácsi, kicsi, menjél már vetközni, hát edzés aki lesz. Aki nem látta azt az adást, Blumi ugye a Bakos Antal, a legendás, hát mindenese volt igen. Az MTK-nek. Hát mondja, Anti bácsi, hát nézze már meg, hogy rúg az az ember. Hát mondom, ezt nekem néznem kell. Miért nem ismered? Hát ő a Bundzsák Dezső, leesett az állam, ugye én játszani hát nem láttam. Hát nyilván csak nem láttam játszani. Igen, és akkor már volt, nem igen. Tudom, 60 év körül járt. Igen. Na jó, hát beszéljünk arról, hogy ki volt az első olyan, aki hasonlóan rúgott, és akire így néztél, mint a messzi idegenben egy látalad ismeretlen edzőre. Kire gondolsz? Hát itthon, hát nem, ja, én nem gondolok sem. Igen. Hát azért nagyon sok olyan játékos volt, akinek kiváló rúgó technikája volt, vagy akinek a játéka mondjuk úgy közel állt hozzá. Hát itthon nagyon kedveltem még ilyen serdülők koromban, ugye már akkor első osztályban játszott Ebedli Zoli és a Törőcsik Andris. Hát imádtam a játékukat. Tehát a Fradi pályára azért jár. Én képes voltam egyébként Bajáról fölülni a vonatra, este följönni egy Újpest mérkőzésre, és éjszaka visszamenni reggel sülni. A Törőcsikan is miért? Igen. És ugyanezt később, amikor fölkerültem Pestre, már az MTK-ban, NB1-ben játszottam, de az Üllői útra azért mentem ki, hogy az Ebedlit lássam. Úgyhogy, hát fantasztikus futballisták voltak, nem csak ők abban az időben, azért sokkal képzettebbek voltak a játékosok, mint a mai világban. Ugye hát ezt gyakorló edzőként napra készen tudom mondani, hogy akkor még a harmad-negyed vonalban is technikailag hihetetlen képzett emberek voltak. Az egy más kérdés, hogy első osztályban gyorsabban csinálták a dolgokat, mint másodosztályban és így lefelé. Hát meg nem szerettek nagyon futni, már de, akkor se. De... Már az első osztályban se. Oké, hát de azért élvezhető futball volt. Tele voltunk klasszis játékossa, amikor te fölnőttél, de futni nem szerettünk. A Mezei éppen abban vágott rendet, hogy a válogatott egy egész más minőségű fizikai munkát végzett. Most mindegy a taktikai, mint ami. Tehát Kardos mondta mindig, ugye, aki technikailag is kitűnő volt, de fizikailag jó lehetett volna, de ugye sose volt igazán jó, annyira jó, amennyire lehetett volna, és ő mondta mindig, megyünk vissza, mit tudom, Benidorm, 3 hét, és utána megyünk vissza a langyosba. Egyébként teljesen igaza van, én erre nem csak akkor jöttem rá, amikor bekerültem a válogatott keretbe, és ott elkezdtem az edzéseken a többiekkel ez együtt. Ez más minőség volt. Más minőség volt, teljesen más volt. Hát kapkodtam a fejem, már sem tudtam venni a labdát edzésen. Hát amíg rá nem jöttem, hogy egy-két érintővel kell játszani a labdát, addig hát, egyszerűen... Hát ez hihetetlen volt. Aztán később, amikor kimentem Franciaországba, ott tapasztaltam meg a hétköznapi munkába igazából, hogy én itthon be voltam csapva. Szakmailag be voltam csapva. Nekem olyan erőnlétem volt, hogy a térképről lefutottam volna kocogásba. Tehát alapálló képességem kiváló volt, még a franciákhoz képest is. De 5x5 méteres sprintet, a gyorsasági állóképességem, az nulla volt a franciákhoz. És 3 ilyen sprintet megcsinált, és akkor már nem kapsz levegőt. És ebben voltak jók, ebben volt más az ottani edzésmunka. Szakmai csodák nem voltak, egyszerűen egy más mentalitás volt. Hát ott edzésen úgy fociztunk, mint a bajnokin. Hát a Bálint Laci mesélte, aki ugye 76-szor volt válogatott, és ő azok közé tartozott, akik... gondolt volt, hogy minden edzésen a maximum, edzésen is, igaz? Tehát ő nem csalta le, mint Kocsis Lajos, vagy most nem akarok sokakat mondani. Mert ugye nálunk az volt, hogy te érdekes módon nem tartoztál ezek között. Te penge is volt, és mégsem csaltál. Tehát annyit nem csaltál, nem akartál csalni, mint a pengék általában, hiszen nálunk a pengékre aztán nem innek futni. A penge ma játszik, igaz? Ez így volt? Ez így volt? Ez volt a magyar mentalitás a 60-as, 70-es, és aztán a 80-as években. Azt mondta a báró, ugye a Bálint meg azod a beceneve, hogy lábteniszeztek kint, amikor kiment Brüsszbe. És már lábteniszt is úgy játszottak párosba, hogy minden felemelt labdáért élet-halál. És egy ilyen felemelt labdával a Van der Eyckennel, aki ugye EB döntőt játszott, nem volt akárki, összefejelt, és mind a kettejüknek fölszakadt a lábtenisz közben. Azért az bravúr. A fejbőre. És az orvos azt mondta, hogy egy hétig semmi. Sötét szoba és fekvés, ugye agyrázkódás, gyanú, meg mit tudom én. De a Bálint volt első nyár, jó, kimegyek, legalább megnézem az edzést. És néz, és a Van der Eyken játszott már. Már ott volt a pályán. És
Mondom neki, hogy terhőnél mondja. Hát most mondta az orvos, hogy egy hét, én nem adom át a helyet senkinek. Mondta, és akkor Bálint is, aki egyébként mondom, a szorgalom mintaképe volt, azonnal átöltözött és ment edzésre. Tehát, és ez volt ugye 79-ben Belgiumban. Hát körülbelül ezt érted át, nem tudom én, Toulonban vagy? Igen, igen, igen. Szóval a gyorsasági állóképesség az teljesen más volt. A speciális futball erőnlét az nem arról szólt, hogy monoton futással egy órán keresztül szaladni kell. Teljesen más. És az volt a probléma, én úgy láttam, hogy ez a futballtudásba is kijött. Tudnék, hogyha kicsibe rohangálsz, sprinteg, és ezt szokod meg állandóan, hát akkor nyilvánvaló, hogy jobban is futballozol. Mert, és így nálunk volt egy válogatott csapat, amelyik egy egészen más szellemben futballozott, mint az egész NB1-es mezőny, igaz? És volt az NB1-es mezőny, amelyek ilyen tingli-tangliba játszott, miközben ezt bármelyik, tehát a képességei annak a mezőnynek még simán alkat, de a francia bajnokság, amit mi nem tudtunk, mert akkor az nem volt annyira nyitott a világ, a francia bajnokságban bárki ezt meg tudta csinálni. Minimum, tehát a Toulon is, meg a PSG igen, is, igen, bizonyos igen. szinten. Igen. Tehát a Toulon jobb csapat volt, mint tudom, ami nálunk a TC, pedig a TC nagyon jó csapat volt, igaz? Igen, igen. Na most a kulcs egyébként nem csak a gyorsasági állók képesség hát bemutat a differenciát, hanem amiről beszélsz, a reakció gyorsaság. Igen. Szóval egyszerűen igen. olyan ritmusú edzések voltak, igen. semmivel se különbözött, még egyszer mondom, szakmailag a miénktől, ugyanazokat csak csináltuk. Csak egy gyorsabban, dinamikusabban. És így van. És egyszerűen olyan, tehát fölmértem a helyzetet, oda kerültem Toulonba, sprinteket csináltunk, 5-10 méteres sprinteket. És kinéztem a leglassúbb játékost, akire úgy véltem, na majd vele beállok párba és verseny. Hát állandóan megvert. 5 méteren, 10 méteren. Egyébként meg, ahogy futottunk, akkor hát mondjuk gyorsabb voltam. Gyorsan megértettem, hogy még a levegőt vett az edző, még bele se fújt a síbba, már elindult. Egy hónapomba telt, amíg megvertem. Egy hónapom ráment, amíg fölvettem a versenyt itt fejbe velük. Igen. De utána tudtam ezt tartani. Egyébként a közeg húzott magával, és akkor nagyon gyorsan integrálódni tudsz. Viszont fordítva is igaz, amikor én kintről hazajöttem ide a BVSC-be, egy hónapig tartott az, hogy nem értek utol. Olyan gyorsan lereagáltam mindent, csak tátott a száját mindenki. Majd a második hónapban ugyanolyan lettél, mint... Ez a lényeg. Igen. A közeg visszahúzott. Hát ezért nem lesz nálunk futball egyhamar. Mert ha valaki felépítene mondjuk 3 csapatot, mint a, nem tudom én, a Sáktyort, csak mondtam valamit. És idehoz 10 brazilt. Az a 10 brazil fél év múlva olyan lesz, mint ez. Igen, a... de hogyha 3 csapatot építesz föl, akkor már 3 tud versenyezni egymással. Egyébként más országokban is, Hollandia, bár mindenütt 2-3 csapat versenyez. Jó, de Hollandia a magának többiek... gyártja a futballistát. Igen, de az a 3 csapat húzná magával a többit is. Nagyon nagy fejlődés lenne, ha nézd meg a magyar bajnokságokat. Most egyedül alkodó a Ferencváros, hát nyilvánvalóan megnyeri a bajnokságot. Jó, ugyanígy nyer bajnokságot. Tavaly, de én sokkal többet várok a Fraditól, én előrelépést várok a Fradin keresztül a én magyar futballtól. Én a Dolt tisztelem, mert ért hozzá, jó futballista volt, jó. Nem csak a Dol, hanem a Dol, a csapat, az egész úgy. De nincs annyi jó játékos, Gyuri. Nem játszanak rossz futballt. A maguk képességei képest nem, de ezek a képességek nagyon... Na akkor térjünk nagyon... vissza a gyengébb csapat volt, mint a Ferencváros képességekben. Na, gyengébb én csapat is így volt. Gondolom. Csak fizikailag és mentálisan. Igen, igen. Ott azon a két mérkőzésen sima továbbjutó volt. De 10-ből 10-szer így lenne. Nem ez lenne a így, probléma. Nem lenne így. Én ezt ez nem így látom már. Nem így látom, nem. Most már úgy látom, hogy szerintem, ha most ugyanígy akkor számtalan igen. szerint, ha 5-ször játszana a Fradi, szerintem 3-szor tovább. Jó, de egyébként most már lenne nagy bravúr, mert ez a zseljezdítsár, mert nem az a zseljezdítsár, amelyel a videótól játszott. Oké, rendben van, de én azt gondolom, hogy itt a Fradi tovább mehetett volna. Én az első mérkőzésre alapozok. Nagyságrendekkel jobb volt a Fradi. Nagyon balszerencsés periódusba kapták ezt a... Nyilván akkor kell nyerni, amikor az a meccs van, most már nem kell, hiába szövegelek. Igen. De például jövőre ezt a Ferencvárost egyben tartva, ezt a fajta futballfilozófiát, amivel most a Dol ezt a csapatot működteti továbbvinni, az szerintem sanszos, hogy egy ilyen L-körbe bejutni. Szerintem arra van lenne sansz. Hát most a BL-körbe kell, mert bajnok igen, lesz. Igen, igen. Hát és az nem egyszerű.
Hát de most már olyan lehetőségek vannak. Egyszerűbb, igen, de nem egyszerű. Igen. Én tudod, csak azt hiszem el, amit látok. Egyelőre az van, hogy augusztus elejére már nincs csapat, és ez tradicionálisan most már így van. Ráadásul ugye a Ferencváros kiemelkedik ebből a magyar mezőnyből. Tehát a Doltól én nem veszek el semmit. Nem akarok elvenni a Gerozolistól sem semmit, mert én emberileg is tisztelem őt. Tehát nehogy véletlenül félreértés legyen. Nem akarok elvenni a Lamától sem semmit. Én nem tudom, hogy a Sesták, tehát ilyen játékosok azért nagyon sokan vannak a Földön, mint amilyenek a Fradi. Nyilvánvaló, ugye mondtad az elején, hogy a temérdek pénz jön most be a magyar futballba ahhoz, amit megszoktunk, ahhoz képest valóban temérdek, de még mindig csak Sesztákot tudunk venni, és nem mást. Azért, mert annyi pénz nem lesz. Tehát ettől félek, hogy ugye az lenne az út, hogy megvásárolni egy csapatot. Hát, vagy építgetni. Így csinálta, de Kelet-Európában nem tud senki sem építkezni. Ja, úgy érted, mint hát ahogy a Sáktárt hoztad Sáktár, példának, hogy 8 brazillal. Igen. Hát igen. Más nem tudod. Na, de ahhoz meg ez a pénz kevés. Ezt én tudom. Csak azért nem éri meg a befektetés, mert én attól félnék, hogy a Sáktár egy, mondjuk így, egy tradíciót teremtett. Most mindegy, hogy szétesik, mert arra nem gondoltak, hogy polgárháború lesz, ugye, amikor ezt a Lucsescu elkezdte. Igen, nem is lehetett gondolni. Így van. De, tehát ez most külső körülmények között szétesik. De a Klus se lehetett egybe tartani. Tehát az nem létezik, hogy megveszel 20 brazil, argentin, portugál, meg nem tudom micsoda, még ha középszerű, nekünk legyen mondva persze, igen, középszerű brazil, portugál és argentin, és aztán a fönntartod ugyanúgy azt a versenyt, nem tudsz versenyhelyzetet tartani fönn, hogy ezek, tehát azonnal átlátják, hogy nem tudom, elmennek Diósgyőrbe, és ha rendes, ebből akkor 4-0, és köszönöm szépen. Kiugró eredményt lehet produkálni, átmeneti egyszer, eredményt, igen, lehet, mint hogy a Vidaton is bejutott, igen, a Debrecen is bejutott, de tartósan ez csak úgy tudod, ha itthon olyan a versenyrendszered, amivel szinten tartod a csapatot, a játékosokat, ez igaz? Azt azért a Dolnak megadom, hogy amit mondtál, hogy kétségkívül saját magához képest a Ferencvárost kétségkívül legalább látható a fejlődés, mert más csapatnál nem nagyon látom. Nézd, számomra már a magyar futballban, a magyar profi futballban az fejlődésnek számít, ha egy csapat megy előre és próbál gólt szerezni. Ha kezdeményez, ha az ellenfél tér felén próbál futballozni, és nem taktikázza agyon a meccset. Van irama egy mérkőzésnek, vannak helyzetek, lehet egy picit szórakozni, és nem unatkozunk. Én már itt elégedett vagyok sokszor. Amikor a Dolt hallgattam, mert ugye voltam nála, és elég sokáig beszélgettünk, nem volt nagyon elájulva, mert azt mondta, hogy nagyon kis lépésekkel lehet itt haladni. És már nagyon kicsiktől kezdve mondta, hogy itt a képzéssel súlyos problémák vannak, mondta ez az ember, aki látott. Hát ugye ez is EB döntős volt például. Nem, hogy futballozni hogy tudott. Tud, és ért is a futballhoz. Igen. Na most ez például érdekes, hogy idehoztunk egy németet, akiről nem tud senki semmit, és itt van egy német, aki hát világhírű játékos volt, és még edzőként is, szóval milyen ellentmondás, nem? Hát, ha ez lenne az egyetlen ellentmondás a magyar futballban, akkor jó helyen lennénk, de hát sajnos nem így van. Azért komolyabb összefüggések is vannak. Egyébként valóban nagyon képzetlenek a magyar gyerekek. Én dolgoztam utánpótlásba, sajnos azt kell, hogy mondjam, heti kétszer, háromszor, másfél órában nem tanítasz meg futballozni senkit. A gyerekeknek csapatedzést tartunk, 18-20 gyereknek, az egyéni képzés az semmilyen szinten nincs meg a magyar futballban, és van egy probléma, hogy most létrehoztuk az akadémiákat, most már tizenvalahány éve ugye működik több helyen. Egymással versenyeznek, csapatokat építenek, és nem játékost képeznek. Hát nem, óriási probléma. Ki jött egyébként, aki nemzetközi szintű játékos? Hát nemzetközi szintű játékost ebből a magyar futballból nagyon nehéz kitermelni. Na jó, de Gyuri, de az akadémia arra van, nem? Hát azért ott, te mit tudom én, te az MTK-ban elég elfogult vagy, és ezt én megértem. Az MTK-nak volt az első akadémiája, az már több mint 10 éves. Hát, a magyar piacra rengeteg játékost tudtunk annak idején kitermelni, akik a fél NB1-et ellátják most, az az MTK Akadémia. Ez pontosan igaz, de az a fél NB1 az a nemzetközi szint. Most a nemzetközi szinten, hogy mondjam, szóval nagyon nehéz oda kerülni. Szóval magyar edzőnek, magyar játékosnak ebbe a körbe beférni szerintem még a következő évtizedben sem lesz lehetősége.
Hát, Gyurikám. Hát nézd, válogatott szinten, akár utánpótlás válogatott szinten, akár a nagy válogatott szintjén könnyebb eredményt elérni, tehát közelebb vagyunk ahhoz, hogy egy Európa-bajnokságon részt vegyünk, esetleg kijussunk egy világbajnokságról, mint klubszinten. Hát klubszinten fényévekre vagyunk, bármely. Az európai. Hát, nem annyira, Iván. Hát 16-17 magyar, itt van a dárdai példája, 16-17 magyar játékost össze tudsz rántani egy közös cél érdekében, és tudsz, hát ha Albánia, Észak-Írország, és most hadd ne soroljam, élből ki tud jutni egy Európa-bajnokságra, Magyarországnak is mehetett volna. Csak a probléma ott van, Albániát nem ismerem, Észak-Írországot láttam legutóbb Belfastba. Technikailag azt mondom, hogy alatta maradt a magyar válogatottnak. Csak hogy láttam. Olyan dinamikája van, amilyen a magyar válogatottnak soha nem volt. De azon a meccsen nem tudott érvényesülni a dinamikájával, mert elkövettek egy hibát. Döntetlenre játszottak. De most nem egy meccsről beszélek, tehát arról beszélek, hogy az északír válogatott minden egyes játékosa dinamikusan egészen más képzést kapott gyerekkorától kezdve. Alapjában véve... Miközben nem tud futballozni abban az értelemben. Alapjában véve, hogyha a magyar játékosok, ha nem is élcsapatokban, de mondjuk a Bundesligában, vagy a Hollandiában, vagy külföldi csapatokban játszanak, vagy Angliában például Gerard Zoli játszott. Yeah. Szóval hát az edzettségi állapota ugyanaz kell, hogy legyen, mint az északírnek. Ez így van, amikor játszott. Amikor ott van. De ma már, mint tudjuk, sajnos szinte senki nem játsz. Igen, nem is tudsz mondani. Igen, hát sajnos ez a szám eléggé lecsökkent, igen. Jó, hát ha tudod mit, akkor azzal nem akarom nagyon szomorúvá tenni az egész beszélgetést, bár nem volt az, mert nagyon örülök, hogy itt voltál egyrészt, másrészt hát veled nem csak a tévében egyáltalán jó beszélgetni. Nem, mert ezt tudjuk jól, ez így van már régóta köztünk. Szóval a lényeg az, hogy a számokról akartam mondani valamit, akkor legyen 0-0-0 és 11-es. És, de jó lenne. Én már a kétséges 11-es párbajra is. Szóval én annyira szkeptikus vagyok a két selejtezőt illetően, az itthoni, hogy mondjam, a dolgok, ahogy alakulnak, nagyon-nagyon visszafogott vagyok, de ha jön a mérkőzés, akkor optimistább leszek biztosan. Én már adom, hogy élesbe az Üllői úton rúgjunk 5-5-11-est. Ne is játsszuk le a két meccset. Elég lenne az 5-11-es. Hát az az igazság valóban, hogy igyekszünk mindent megtenni, hogy megnehezítsük az amúgy sem könnyű helyzetünket. Ez biztos így van. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél. A nézőknek köszönöm a figyelmet. Egy hét múlva találkozunk a viszontlátásra.